Sziasztok! Mit szólnátok egy sétához a nyíregyházi állatparkba? Elfogadtok idegenvezetőnek? Ha azon gondolkodnál, honnan olyan ismerős az imént szembejövő szimpatikus úr, akkor segítek. Ő Hyde Payne Harold, aki ennek a képnek köszönhetően vált világhírű mémmé. Az internet népe kapta fel a stock fotót, aminek köszönhetően arca ma már az egész világon ismert. Hyde Payne Harold igazi neve egyébként Arató András, és nyugdíjas villamosmérnök. Milyen a viszonyod egyébként az állatokkal? Egy macskám van otthon, úgyhogy ez az állatvilág nálunk. De hát aranyosak az állatok, hát szerintem olyan ember nincs is, aki az állatokat nem szeretné. A nyíregyházi állatpark most már tényleg világszínvonalú, tehát Japánban vagy Amerikában is lehet rólunk hallani, sőt Európa legjobb állatkertje lettünk idén is. Harold pedig valóban egy ismert arc, akár Lengyelországról vagy Oroszországról van szó, úgyhogy ez a két igen nívós dolog most összekapcsolódik, és egy üzenetet fogunk közvetíteni, hogy jöjjenek el hozzánk. Mikor tudtál azonosulni ezzel a mém szereppel? Hát ez elég sokáig tartott. Évekbe telt, mire elfogadtam. Végül is ez egy teljesen vállalható szerep. Ugye, hát arról szól, hogy az embert kisebb-nagyobb bosszúságok érik minden nap. És hát arról szól a történet, hogy hát akkor nem szabad ezt mellre szívni, meg nem olyan nagy gond ez. Egy mosollyal túl kell lépni rajta. Nem tudok a világba olyan helyre menni, ahol meg ne állítanának. Azt lehet tudni, hogy az interneten honnan keresnek a legtöbbet. A legnagyobb követőtábor az az Egyesült Államok. Aztán utána jön hát talán Anglia, Oroszország, meg hát ugye rengetegen írnak az interneten, és néha egészen megható dolgokat is írnak, hogy átsegítem őket az életük nehéz periódusán. Aki valami kis történetet ír, vagy kérdéssel, azokat általában le szoktam kezelni, és megválaszolom. Ilyen cicád van? Hát ennél egy kicsit kisebb. Úgy találtuk. Elneveztem Grékónak, mert hogy szürke színű, kartaúzi fajta macska, az egy ilyen hamuszürke. De hát mindenre hallgat, csak a saját nevére nem, de hát ezzel minden macska így van. Ez azért érdekes, mert egész Magyarországon egyedül itt lehet afrikai elefántot látni. Indiai az van máshol, és az indiai az a békésebb, annak az húzza a kocsit, föl lehet ülni a hátára. Az afrikaiak meg én úgy tudom, hogy azok vadak, tehát az jobb kerülni a találkozást velük. Míg az afrikai elefántnál egy tenyés csapatot láthattál, itt három ázsiai elefánt hölgy él. Csináltál már ilyet? Még nem. Aki melegebb éghajlatra vágyik, az itt a zöld piramisban pihenget, hiszen 25 fok van, óceánárium 500 000 literes tengervízzel. Argó, kérsz magot? Annyi de finom. De most se gondolkoztál sokat, hogy megfogd? Hát, mert mostanában már fogtam őt. Hát köszönjük, én nem fognám meg. Nem, pedig aranyos.